arra jöttem rám az elmúlt tanulmány utam és a vizsgálódások által, hogy a lélek kivetítésének, visszavetítésének többféle szintje és módozata van. Ez azt jelenti, szerintem, hogy az inkarnációnak mint olyannak többféle szintje és válfaja létezhet, attól függően, hogy maga a lélek milyen tapasztalatokkal szeretne itt a földön megjelenni és éldegélni. Tehát arról kell beszélni, hogy a jelenésnek, mint olyannak, sokféle változata lehet. Ezeket fogom most felvázolni a saját tapasztalataim és gondolataim által. Ez lesz a feltámadás jogrendje 22. része, és meglátjuk, hogy elérem -e a 32. órányi improvizációt, é, a vagy nem. Tegnap kidolgoztam egy nagyon fontos tételt, ami 110 perces lett, Ilyen hosszú lett a tegnapi előadás, és ami által azt tártam föl, hogy a bardóból, mint olyanból, hogyan lehet a különböző lelkeket visszahívni például a földre, és hogyan lehet őket úgymond újra feltámasztani, vagy anyagba sűríteni. Én azt gondolom, hogy a visszahívásnak, ugyanakkor a testetöltésnek és vagy a feltámadásnak van egy nagyon fontos és konkrét szabályszerűsége törvénye amiben lehet, hogy maga az ember, mint olyan, nem igazán szólhat bele. Vizsgáltam ugye a karma törvényszerűségét is, ugyanakkor a szamszárát, hogy miképpen épül föl, és hogy a különböző lelkek hogyan vesznek részt a létforgatagban, Arról is beszéltem, hogy szerintem a Bardóból nem lehet idő előtt visszahívni a különböző lelkeket, tehát a feltámadásnak igenis van egy nagyon szoros és fontos szabályszerűsége, vagy a feltámadásnak jogrendje, amilyen címet visel tulajdonképpen ez a sorozat, és amit néhány héttel ezelőtt találtam ki, és hát erre építem fel ugye a különböző felvételeket, előadásokat. Tehát arról kell beszélni szerintem, hogy a feltámadásnak is többféle válfaja lehet, bár ez attól is függ, hogy mi mit nevezünk pontosan feltámadásnak, vagy úgy egyáltalán az emberiség, mire asszociál, amikor azt hallja, hogy valaki esetleg föltámadt, vagy valakit próbálnak feltámasztani, bár én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, hát talán a legtöbb ember számára eme jelenségről Krisztus jut eszébe, de hát azt is elmondtam már sokszor, hogy az is lehet, hogy minden egyes ember úgymond feltámadt már, hiszen valamilyen szempontból az alvás és az ébredés is hasonlatos semmilyen folyamathoz, csak hát azt is mondhatnám, hogy alacsonyabb rendű, Na most beszélhetünk arról, hogy a születés is valamilyen szempontból úgy működik, mint a feltámadás. Hát itt arról kell beszélni, hogy a lélek, mint olyan, ismételten ugye testet ölt, vagyis inkarnálódik, és megjelenik újra egy emberi formátumban. Pászkál volt az, aki megkérdezte, hogy vajon, megszületni vagy feltámadni könnyebb é, illetve hát ő azt is kijelentette, hogy lehet, hogy feltámadni sokkal könnyebb, mint megszületni. Én is ezt gondolom, és most ezen az úton nyomon fogok tulajdonképpen elindulni. A saját tételeimet fogom ismételten fölvázolni, és elmondom azt, megmutatom azt, hogy milyen válfajai lehetnek a lélek megjelenésének, nem pusztán a földön és nem pusztán fizikális alakban, hiszen szerintem a feltámadás, mint olyan, nem feltétlenül csak erről szól. Az is lehet, hogy szellemi szinteken is fel lehet támadni. Sőt, lehet, hogy az igazi feltámadás pontosan erről szól, vagyis arról, hogy a lélek, mint olyan, megugorja az itteni szinteket, kilép a szamszárából, és a szellemi létformában azt is mondhatnám, hogy a tudati édenben támad föl, alak nélkül, egy olyan közegben, vagy egy olyan állapotban, ahol már a szenvedés. A halál nem fogalmazódik meg. Én azt gondolom, hogy e tekintetben lehetnek különbségek. Nem mindegy, hogy a léleknek milyen az útja, hogy milyen tapasztalatokat kell szereznie, és hogy például testet ölt é a lélek, avagy nem, vagy hogy ő hol támad föl, milyen körülmények közt, és hogy ez a bizonyos visszahívás hogyan zajlik, és az is egy nagyon fontos kérdés, hogy mennyi időt vesz igénybe. Ez az 1162. improvizáció hét év során, de én azt gondolom, hogy még nagyon sok új tétel fog napvilágot látni, hiszen ezek a folyamatok most szerintem nagyon időszerűek, főleg az aranykor küszöbén, ahol eredetileg, vagy elvileg járunk, hát elérkeztünk egy ilyen állapotba. Én is nagyon sokat dolgoztam azért, hogy felemeljük az itteni szinteket, és hogy eme út, kamino által rengeteg tétel táruljon föl, és hogy így egy picit közelebb kerüljünk a szellemi rendhez, a saját önvalónkhoz, vagy abszolútumunkhoz, vagy mondjuk azt, hogy az isteni mintához, amiből tulajdonképpen minden ilyen csodálatos szellemi kincs ered. Szeretném megmutatni azt, hogy mi a legfőbb különbség a születés és a feltámadás közt, hiszen ahogyan mondtam, Hát valamilyen szempontból Pászkál is ezt. Pedzegette, bár nem tudom, hogy ő mennyire dolgozta ki ezeket a tételeket, hát lehet, hogy nem annyira erősen és részletesen, mint amennyire én fogom. Tehát lehet, hogy azt is kijelenthetjük, hogy most az ő gondolatait fogom valamilyen szempontból kiegészíteni, miképpen szerintem nagyon sok esetben kiegészítem a különböző szentiratokat, és vagy a bibliai kinyilatkoztatásokat a saját metafizikai, vallásfilozófiai és parapszichológiai tételeimmel, elméleteimmel, Ugyanakkor tapasztalataimmal. Tehát elmondom most azt, hogy én milyen következtetésekre jutottam az előadások levezetése által, vagyis hogy mik a legfőbb különbségek a születés és a feltámadás közt. Hát nagyon nem mindegy, hogy a lélek, mint olyan, Feltámad-i, vagy megszületik, mert nagyobb másfajta viszonyok és állapotok közt kell majd működnie. Igazából szerintem azon is el kellene gondolkodni, hogy a lélek mit érez a születés kapcsán és a feltámadás által. Milyen jó lenne megkérdezni, egy szabad lelket, aki most jelenleg nincs testben, hogy ő például legközelebb megszületni szeretne, é vagy feltámadni. Beszéljünk egy olyan lélekről, aki jelenleg a bardóban tartózkodik, vagyis a köztes állapotban, ami azt jelenti, amit mondtam, hogy most még nem mozgat egy újabb testet. És lehet, hogy várakozik, Töltődik és megalapozza, megtervezi a következő földi ittlétét, hiszen, ahogyan elmondtam a tegnapi felvétel kapcsán is, szerintem a különböző lelkek a Bardóban feltöltődnek és előkészítik a következő inkarnációt, amihez Biztos, hogy több időre van szükség, hiszen vannak olyan lelkek, legalábbis az én tapasztalataim szerint, akik talán húsz évig is eme szférában tartózkodnak, és csak utána öltenek újra testet, bár azt gondolom, hogy a bardóban teljesen másképpen telik, múlik az idő, és szerintem ott a húsz évet nem úgy érzékeljük, mint a Földön fizikális változatban. Az is lehet, hogy igazából ez egy pillanatműve. Miért? Azért, mert a bardó, mint olyan sokkal magasabb rezgés szinten rezeg mozog, tehát szerintem a bardónak vagy a köztes állapotnak a saját frekvenciája jóval magasabb szinten lehet, mint a földi létállapotoknak és egy olyan állapotnak, amikor ugye nekünk testet kell ölteni, hiszen szerintem ilyenkor lecsökkennek a rezgésszintek, ugyanakkor valamilyen szempontból a tudatállapotok is, bár ez nem mindenkire igaz. Az is jó kérdés, hogy akiknél ezek a szintek nem csökkennek le annyira, ők miért tudják megtartani ezeket az állapotokat, vagy hogyan lehetséges az, hogy például náluk nem hat annyira erősen a születési amnézia, és esetleg emlékeznek a korábbi életeikre, hát ugye hogyan valamilyen szempontból én is, és akik már esetleg gyerekkorukban nagyon fontos tételeket vázolnak föl, az a kapcsolatban, hogy a szellemi rend, ez a magas szintű minta mit tartalmaz, és, és hogy igazából a léleknek milyen az eredete? Hát arról kell beszélni, hogy én már 4-5 éves koromtól körülbelül elkezdtem úgymond kinyilatkoztatni ezeket a tételeket, csak akkor még főként rajzok formájában, hiszen 4-5 évesen még nem tudtam írni, és nagyon sok iker lelket rajzoltam le, ugyanakkor a különböző lelkeket szerintem. Bilokáltattam, illetve inkább a testeket. Nagyon sok kép képkivetítéssel éltem, és ugyanakkor beszéltem már négy-öt évesen a halálnak nevezett állapotról. És próbáltam azt elmondani a felnőtteknek, hogy tulajdonképpen ez az átmenet, mint olyan, miről szól. És persze, valamilyen szempontból szerintem már akkor is érzékeltem azt, hogy a különböző lelkek hogyan élnek és működnek a bardóban, testek nélkül. Ugyanakkor ismertem a levitációt is. Nagyon sok különleges dolgot, bár igazából számomra ezek a jelenségek teljesen természeteseknek tűntek. Számomra az volt furcsa, ahogyan a földi ember működött, és az, hogy nagyon sok mindent a felnőttek nem érzékeltek, pedig ahogyan mondtam, én próbáltam nagyon sok mindenre felhívni a figyelmet, de hát nyilván, hogy egy négy-öt éves gyereknek nem igazán hittek. Hát jó kérdés, hogy 40 évvel később most mi a helyzet? Hát remélem, hogy azért az 1162. előadás kapcsán már eljutottunk valahova, és azért vannak olyanok, akik. Értékelik úgymond ezeket a kinyilatkoztatásokat, és akik szintén elkezdtek emlékezni, és esetleg emel felvételek által érték el az önvalójukat, vagy talán a megvilágosultságot, vagy a megvilágosodott létállapotot. Hát bizon benne, hogy ez így van, hiszen valamilyen szempontból szerintem én ezért öltöttem testet, illetve ezért is. Tehát szerintem meg kellene azt vizsgálni, hogy a lélek mint olyan mit érez a születés és a feltemadás kapcsán, és hogy meg kétféle változat közt melyek a legfőbb különbségek. Igazából nagyon jó lenne azt megkérdezni másoktól, hogy ők mit gondolnak-e jelenségekről. Vagy mondjuk most az a lélek emberke, aki hallgatja ezt a felvételt, vagy mondjuk te, mit gondolsz arról, hogy melyek a legfőbb különbségek a születés és a feltámadás folyamatak közt. Én nagyon sok mindenre jöttem rá, és nagyon sok különbséget véltem fölfedezni, és azt kell kijelenteni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a lélek Megszületik, vagy föltámad? Innen fogom folytatni. Bár én azt gondolom, hogy a feltámadásról még nem tudunk annyi mindent, hiszen ez nem egy úgymond bevett gyakorlat. A születésről talán már többet tud az emberiség, hiszen hát azt látjuk, hogy sorban születnek a különböző gyermekek, emberek hiszen már 8 milliárdan vagyunk körülbelül, tehát biztos vagyok benne, hogy minden egyes nap napvilágot lát, nem csak egy új jövővény, hanem nagyon sok. Hát arról kell beszélni, hogy nyilván ez egy látványosabb folyamat, nyomon lehet követni. Nem tudom, hogy a feltámadással kapcsolatban mi a helyzet. Hogy ez még mindig egy nagyon misztikus folyamat lehet az emberiség számára, hiszen hát arról kell beszélni, hogy a feltámadás nem mindennapi történet, illetve az is lehet, hogy igen, és az is lehet, hogy minden egyes nap újra és újra föltámadunk, csak mi ezt nem vesszük észre, vagy például egy másik emberrel kapcsolatban nem. Azt tudjuk, hogy a születéshez, vagy ahhoz, hogy egy lélek testet öltsön, mi kell. Legalábbis bízom abban, hogy azért nagyon sokan tudják. Mi kell hozzá? Kell hozzá egy szülőpár. írjuk, hogy pár, mert hogy ennek a szónak, fogalomnak fontos jelentése, jelentősége lesz még. Tehát itt van egy pár, és akkor nyilván, hogy nagyon sokan azt fogják mondani, hogy a pár az úgy tevődik össze, hogy itt van egy hölgy, egy nő, és hát itt van egy férfi, tehát ide hogy ez egy nő, ez egy férfi, már mintha a kor, hogyha a, a testi, nemi adottságokat veszük alapul, a fizikális úgymond nemiséget. Tehát a Földön, azt fogadják el az emberek jó részt, hogy egy pár, az egy nő és egy férfi egyesüléséből, egységéből adódhat. És azt is tudjuk, hogyha egy lélek, mint olyan szeretne testet tölteni, akkor ahhoz ki kell választani egy szülőpárt, hát jelen esetben egy nőt és egy férfit, na de hát ez nem elég hozzá, tudjuk, hogy mit kell ehhez tenni, egységesíteni kell úgymond a nemi adottságokat, próbálok finoman fogalmazni, és kilenc hónap után, ha van elrendelés, akkor a lélek testet fog ölteni, és ez az emberke először ugye egy csecsemő testben látja meg a napvilágot, és nem úgy, mint Ádám és Éva, hogy ők már rögtön felnőttként jöttek a földi bolygóra, átvitt értelemben. Tehát az a lényeg, hogy egy léleknek végig kell menni egy nagyon hosszú úton, fejlődési folyamaton, és ehhez először egy csecsemő, testbe kell úgymond kerülni, tehát nem lehet így úgy idejönni a földre, milyen érdekes, hogy rögtön felnőttként látjuk meg a napvilágot. Tehát mindenki volt csecsemő, mindenki volt kisbaba, bár néha na nagyon nehéz ezt elképzelni, mindenki volt gyermek, majd szépen elkezdtünk növegetni, cseperedni, és eljutottunk egy állapotig, hát jelen esetben oda, ahol most tartunk, és nyilván, hogy 2024-ben helyel közel mindenki más-más korosztályt és évjáratot képvisel. Tehát az ember, mint olyan, úgy tud inkarnálódni a földre, hangsúlyozom a földre, hogy kell hozzá választani egy szülőpárt, egy férfit és egy nőt, és az egységesítésük által, ugye kilenc hónap után ez a lélek meglátja a napvilágot gyermeki testben, majd elkezd növögetni, felnő, és mi fog vele történni, meg fog öregedni. Tehát ideírjuk, hogy öregedés, majd ez az illető meg fog halni. Ugye milyen érdekes? Tehát ezt igazából elvileg senki nem kerülheti el. Tehát aki megszületik, az meg is fog halni. Tehát mindenkinek végig kell mennie ezen a folyamaton, illetve több folyamaton, de most beszéljünk konkrétan csak a halárról. Ez azt jelenti, hogy ha én fölveszek egy testet, vagy a lélek, mint olyan testet ölt, akkor ezt a testet előbb vagy utóbb le is kell tenni. Hát mondjuk azt, hogy még most. A Kali júgában a Földön, fizikális 3D-s változatban, mert szerintem ez nem lesz mindig így, de most ideig nem menjünk még el. Most még itt tartunk. Tehát kilenc hónap után megszületik a gyermek, elkezd fejlődni, majd, hát úgymond, sajnálatosan meg fog öregedni, hát a test, és a test egy idő után el fog pusztulni. És, ahogyan mondtam, ehhez egy olyan pára van szükség, melynek tagjai egy férfiból és egy nőből áll, tehát két nő és két férfi nyilván, hogy nem tud önmagából természetes úton létrehozni egy harmadik emberkét. Na most én azt gondolom, hogy ezért van az, hogy kizárólag csak a heteró kapcsolatokat Fogadják el a Földön azért, mert azt gondolják, hogy minden egyes embernek az a dolga, hogy utódokat hozzon létre. És ezért van az, hogy két nő, illetve két férfi kapcsolatát nem fogadják el, sőt, hát ugye őket szokták támadni, pedig lehet, hogy az igazi pár, mint olyan, így épül Föld, de majd erről külön fogok beszélni. Tehát én arra jöttem rá, igen, hogy azért erőltetik a heteró kapcsolatokat, és azért fogadják el csak azt kizárólagos jogon, mert azt akarják, hogy minél több emberke szülessen, hát főleg ugye a politikai rendszerek és vagy a, a vallási rendszerek felekezetek, Azért, hogy jó sok ember kell legyen a Földön, hát mondjuk nem tudom, hogy ez a fajta elgondolás, vagy hitrendszer honnan származik, illetve sejtem, de most ebbe szintén nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy hát az inkarnáció első változata, vagy szintje erről szól, hogy egy lélek eképpen tud teste tölteni, és a Földön helyet foglalni emberi formátumban, Na most arról is beszélni kell, hogy a születés mint olyan biztos, hogy fájdalommal és szenvedéssel fog járni. De gondolom, hogy a lélek is nagyon erősen megszenvedi, úgymond ezt a folyamatot. Biztos, hogy a lelket úgymond nem hagyja hidegen. A születés ugyanakkor a testet öltés sem, hiszen hát arról kell beszélni, hogy egy szabad, lélek, egy szabad rendszer, bekerül egy fizikális változatba, mi voltba, ami által rögtön ugye beindul a szenvedés, tehát én azt gondolom, hogy ez lesz az egyik legfőbb különbsége, meg kétféle állapot közt, hogy itt a testetöltés kapcsán, a születés kapcsán be fog indulni rögtön a szenvedés, és ez egész életünk során kifoghatni. Plusz, ahogy mondtam, hogyha egy lélek eképpen ölt testet, akkor neki meg is kell majd halnia. Tehát úgymond rögtön örököljük a halál állapotát, és vagy az öregedést, mert mindenki meg fog öregedni. Plusz, hát arról kell beszélni, hogy a fizikális létezés kapcsán, plána a kaliúgában, nagyon sok betegség van, fájdalom, ugyanakkor rengeteg gyötrődés, amit nekünk el kell viselni testekben, hát ha már mondjuk úgy, hogy bele ebbe az állapotba, persze hát nem feltétlenül kell ezt szó szerint érteni, mert az is lehet igen, hogy önként vállalkoztunk erre a fajta küzdelemre, hát de az is lehet, hogy nem, vagy is is, de szerintem legközelebb nagyon erősen meg kell azt gondolni, hogy a mi lelkünk feltámad é, vagy megszületik, mert, ahogy mondtam, nagyon nem mindegy. Azért nem mindegy szerintem, mert én úgy gondolom, hogy a feltámadás kapcsán minden pont fordítva működik. Vagyis szerintem a feltámadás, mint olyan, úgy jöhet létre, hogy egy vagy több aurán keresztül, tehát itt a lélek, mint olyan, egy aurába fog beköltözni, úgymond, és nem egy anyukába, nem az anyamébe, és nem ott fog kifejlődni, nem ott fog úgymond teste tölteni. Hát először ugye magzati formában, Jánik meg úgymond a lélek, majd ahogy mondtam, kilenc hónap után napvilágot lát, és elkezdődik az itteni pályafutása, méda, tétele és elgondolása által. A feltámadás kapcsán a lélek egy aurába fog úgymond beköltözni, átvitt értelemben, és így fog egy idő után megjelenni. Na most jó kérdés, hogy a léleknek mennyi időt kell eltöltenie az aurában, hogy utána megjelenhessen, hiszen azt tudjuk, hogy egy magzatnak mennyi időt kell eltöltenie az anyukájában, hát kilenc hónapot, és utána indulhat el a földi pályafutása. Tehát három hónapra nyilván, hogy nem születhet meg egy gyermek, de hát nagyon még hat hónapra sem, tehát a kilenc hónapot azért meg kell várnia. Szerintem azért is, hogy energiát vegyen föl. Tehát itt nem csak a testi vagy fizikális fejlettséget kellene szerintem vizsgálni, hanem az energiákat is, hogy egy lélek hogyan tudja visszaszerezni úgymond a rezgés szintjét, mert hát nagyon sok energiára van ahhoz szükség, hogy testekben helyet foglaljunk, és hogy elinduljon a fizikális pályafutásunk. Na most én arra jöttem rá, igen, hogy a feltemadás kapcsán arról kell beszélni, hogy a lélek egy aurát fog választani a megjelenéséhez, vagy mondjuk úgy, hogy az inkarnációjához, bár itt nem feltétlenül százszerzelékosan, Konkrét testetöltésről kell beszélni, mert szerintem itt a lélek nem fizikális testetölt a feltámadás kapcsán, hanem sziluettként jelenik meg. Hát ez is egy nagyon fontos különbség. Míg a születés kapcsán a lélek fizikális testet ölt, szerintem a feltámadás által nem, hanem sziluettként jelenik meg, de tulajdonképpen ugyanolyan alakban, mint amilyen alakban egykor létezett az az ember, akire azt mondjuk, hogy meghalt vagy meghált. Szerintem ez egy nagyon érdekes tétel. Erről is vannak különböző tapasztalataim. Az elmúlt néhány hónapos utam által, mert voltak olyan lények, akik sziluettként visszavetítették saját magukat az aurámban. Nyilván, hogy ők fizikális testet nem tudtak ölteni, mert hát egy aura tulajdonképpen szerintem erre nem is képes, tehát az aurának pont az a feladata vagy funkciója, hogy sziluettként vettüljenek vissza ide a lelkek, hogy így vetítsék ki saját magukat, de ugyanúgy lehet őket látni és érzékelni, hát annyi, hogy nem lehet őket kézzel megfogni, mert hát egy sziluettet nem tudunk megtapintani, megérinteni, ugye? De érzékelni lehet. Látni, sőt hallani, és lehet látni színeket is, formákat is, ahogyan mondtam, annyi a különbség, hogy magát az anyagot, a fizikális anyagot nem tudjuk megfogni. Tehát nagyon érdekes az, hogy a lélek, mint olyan, különböző képkivetítésekkel él és működik. Folyamatosan vetíti ki magát valahova. Nem biztos, hogy mindig a földre. És nem biztos, hogy mindig kizárólag fizikális alakba vagy emberi testekbe vetíti vissza magát a lélek. Hát mondjuk azt, hogy a halál után, vagy azután, miután már sok időt eltöltött a bardóban és föltöltődött. Hát lehet, hogy ez attól is függ, hogy a lélek mennyire fejlett, vagy mennyire töltődött föl. Mert lehet, hogyha már nagyon fejlett és nagyon feltöltődött, és magas rezgés szinten rezeg mozog, akkor jobban, élesebben ki tudja magát vetíteni, és kontúrosabban meg tud jelenni. Biztos, hogy akkor tudja magát bilokáltatni is. Az ilyen típusú lelkek szerintem, vagy emberek, testek akár tudnak levitálni, tehát föl tudnak emelkedni, mert ahogy mondtam, szerintem ez mind attól függ, hogy ki milyen rezgés szinttel érkezett vissza, és milyen tudatállapotok kapcsán. Ha magasabb mesteri szinten, akkor nyilván, hogy sokkal több mindenre képes az ilyen típusú lény, mint egy olyan valaki, aki még esetleg tudattalanabb állapotban van, és nagyon alacsony frekvencián. Engem karádi lénye ihlet meg néhány hónapja nagyon erősen, és már 48 előadásom van amiben tulajdonképpen ő valamilyen szempontból megjelenik. Ezt a sorozatot is ő ihleti, hiszen tudjuk azt, hogy ő 1990-ben vált meg a fizikális testétől, és én azt is gondolom, hogy ezzel együtt 2024-ben éveleje óta zajlik az ő feltámadása az én aurámon keresztül, Hát az is lehet, hogy mások is kinyilatkoztatja saját magát, de rajtam keresztül biztos, hogy nagyon erősen, mert egyre inkább érzékelem őt. Na most ezzel kapcsolatban jöttem arra rá, igen, hogy a különböző lelkek a feltámadáshoz egy-egy aurát fognak választani, tehát ez is egy nagyon fontos különbség, hogy míg a születés, vagy a testi inkarnáció által a lélek az anyamébe fog beköltözni, vagyis egy anyukába, és ott fog kifejlődni, majd utána onnan fog előbújni. A feltámadás kapcsán a lélek egy aurába fog úgymond belebújni, átvitt értelemben, és ott fog fejlődni, és utána fog valahogyan megjelenni. De jó kérdés, hogy hogyan. Hát nyilván nem úgy, mint ahogyan a születés ugye zajlik, és azt sem tudjuk, hogy itt is esetleg kilenc hónapot kell várni ugyanúgy, ahogyan a születés által, vagy esetleg rövidebb időt, vagy talán hosszabb időintervallumról kell beszélni. Na, ez az, amire még nem tudok válaszolni, ugyanis én most még ott tartok, hogy négy hónapja, vagy négy-öt hónapja érzékelem karádi lényét az aurámban, vagyis szerintem karádi lénye negyedik hónapja támad föl, úgymond ebben a közegben, de nem tudom, hogy mikor fog ő teljesen megjelenni, vagy önmagát kinyilvánítani, és azt sem tudom megmondani, hogy pontosan hogyan. Az is lehet, hogy meg fog jelenni fizikálisan majd egyszer, de lehet, hogy erre még két-három évig kell várni. Magyarán lehet, hogy a feltámadás kapcsán sokkal hosszabb időről kell beszélni, mint kilenc hónap. Ez is egyfajta különbség, amit én felfedeztem, de lehet, hogy négy hónap is elég ahhoz, hogy egy lélek úgymond visszavetüljön, és valamilyen szinten a Földön megjelenjen. Tehát Karádi már megjelent a Földön négyszer, persze nem fizikális testben, de sziluettként igen. Tehát ez a négy hónap valamilyen szempontból elég volt ahhoz, hogy ő úgymond föltámadjon, és újjászülessen, nem újra, hanem újjá, Persze szerintem ezeket a szinteket lehet még emelni, és még kontúrosabbá lehet tenni úgymond ezt a vállást, vagy akár az ő sziluettjét, alakját, ami lehet, hogy soha nem fog fizikálisan újra visszavetülni, de az is lehet, hogy nem ez a cél, nem ez a legfőbb feladat, akkor, hogyha valós feltámadásról beszélünk, és nem az újra születésről, vagyis egy lélek inkarnációjáról, arról, hogy ő újra és újra testet tölt a Szamsára törvénye szerint. Egyébként szerintem azt is meg kell kérdezni, hogy a feltámadás is a szamszára része. Egyébként szerintem nagyon jó kérdéseim vannak, mert hát ugye arról beszéltünk eddig, hogy a szamszára részei a születés, a testetöltés, majd a földi fizikális ittlét, az itteni fejlődés, a halál, én már így nevezem, majd a lélek ugye visszamegy úgymond a bardóba, majd egy idő után újra születik, újra eltölt egy bizonyos időt, újra meghal, újra visszamegy a bardóba, és ez az egész így ciklikusan ismétlődik. Hát mondhatnám azt is, hogy röviden, tömören, nagyon egyszerűen fogalmazva ez a létforgatag, ami a különböző élőlényekre jellemző, de nem csak az emberekre nyilván, hanem hát szerintem az állatokra és a növényekre is, hiszen én azt gondolom, hogy az állatok is nem a rendszer részei, ugyanakkor a növények is, tehát minden ciklikusan ismétlődik, és ez a kerék valóban így forog, Körkörösen, folytonosan, folytonosan, hát ki tudja, hogy mióta, és azt sem tudjuk, hogy meddig. De most még egy ilyen állapotban vagyunk, igen, hogy a lelkek ugye újra és újra testet töltenek, majd meghalnak, majd megint visszajönnek. Tehát mondjuk azt, hogy igen, sok előző életünk volt, és hát ki tudja, hogy még mennyi lesz. Persze nem csak a földön lehet újra születni, és nem csak a földön lehet testet tölteni hanem szerintem más bolygókon vagy dimenziókban, bár gondolom, hogy a magasabb szintű dimenziók kapcsán már nem fizikális alakokat, testeket öltünk váltunk, hanem ott sziluettekként fogunk megjelenni. És akkor mondhatjuk azt, hogy szerintem ez az, ami az igazi feltámadásról szól, mert lehet, hogy a feltámadást csak magasabb szintű dimenziók kapcsán lehet eszközölni, az is lehet, hogy a 3D-s rendszerben egyáltalán nem. Tehát lehet, hogy amiről az emberiség mint olyan azt gondolja, hogy ez a feltámadás a 3 d rendszerben már, mint a testi feltámadás, az pusztán egy illúzió. Hát ezt meg kell kérdezni, és ezen el kell gondolkodni. Mert az én olvasatomban, ahogyan mondtam, a feltámadás arról szól, hogy az aurában úgymond megjelenik a lélek, tehát visszavetíti saját magát, meg fog jelenni ugyanúgy képként, de nem fog tudni fizikálisan feltámadni és testet tölteni, mert nem is ez a cél, mert ahhoz kell egy szülőpár, egy férfi és egy nő egyesülése, hogy megfogadjon úgymond ez a gyermek, emberke vagy lélek, de akkor újra föl kell neki nőnie, és újra bekerül a létforgatagba, és újra meg kell majd halnia, és újra szenvednie kell, meg kell öregednie, és ismételten, hát azt is mondhatnám, hogy a karma törvénye által működik, dolgozik, mert szerintem, ha valaki kikerül a szamszárából, a létforgatagból, akkor karmája sem lesz az illetőnek. És gondolom, hogy ezt a szintet kell megugorni. Az a lényeg, hogy egy léleknek ne legyen karmája, vagyis ne legyen, ami visszahúzza a földre, ami bele tömöríti a szamszárába, a létforgatakba, ami azt jelenti, hogy újra és újra meg kell születni, meg kell halni, és rengetegszer kell újra meg újra testet tölteni, és az itteni lételapotok közt működni. Én azt gondolom, hogy maga a feltámadás, mint olyan, egy jóval hosszabb folyamat, és lehet, hogy tényleg évekig is eltarthat. De erre nézve még nincs annyi tapasztalatom. Maximum érzékelem ezt a folyamatot. Igen, szerintem lehetnek olyan esetek, amikor egy lélek úgymond két-három évig is támad föl. Tehát, hogy két-három év is eltelhet, mire úgy meg tudja magát újra jeleníteni, mint amilyen formában esetleg korábban megnyilvánult, de azt nem gondolom, hogy százszázalékosan fizikálisan és kézzelfoghatóan, mert szerintem a föltámadás, mint olyan, nem erről szól. Na most nekem az is a tapasztalatom, és ez is egy nagyon fontos különbség, hogyha a feltámadásról beszélünk, akkor az létrejöhet egy olyan aurában, vagy egy olyan egységesítés által, ahol két azonos nemű emberke vesz részt eme folyamat kapcsán, és akkor szintén egy új lap által fogom azt felvázolni, hogy pontosan mire is gondolok. Ez egy nagyon érdekes különbség, amire rájöttem. Pláne karádi ihletése által ugyanis én azt érzem, hogy a kettőnk aurája az tulajdonképpen egy, vagy legalábbis egybe ér. Na most tudjuk azt, hogy neki már sajnos nincs fizikális teste. Viszont én azt fedeztem föl, hogy ő lehet az én női másik felem, iker lelkem, vagy mondjuk azt, hogy tükörképem, tükörkivetítésem, és hát ez persze fordítva is igaz, mert ő is kivetített engem Folyamatosan ezt látom a különböző fotók és felvételek által, tehát az aurájában én mindig is megfogalmazottam. Vannak olyan fényképek, amelyek által rettenetesen hasonlítok rá. Nagyon érdekes, a mozdulatai is olyanok voltak, meg egyáltalán a stílusa, nagyon-nagyon sok hasonlóság volt és van köztünk, tehát ebből gondolom azt, hogy az auránk, Egybe egybeérhetett, és az is lehet, hogy most is egybeér, pláne negyedik hónapja, amióta ő tulajdonképpen csatlakozott, vagy amióta ő elkezdett bennem, vagy eme közös aurában föltámadni. Tehát arról kell beszélni, igen, hogy szerintem a feltámadás kapcsán két azonos nemű emberke is létrehozhatja úgymond ezt a Változatot, hiszen hát itt arról kell beszélni, hogy mindketten ugye női testben nyilvánultunk meg. Na most, ma már azt gondolom, hogy az igazi pár, mint olyan, ebben az esetben pont így épül föl. Tehát, hogy két nő alakít egy párt, hiszen ha én női testben élek, ha női testbe születtem, akkor nyilván, hogy az én igazi tükörképem, másolatom ugyanúgy egy nő. Hiszen hát egy férfi nem tud engem eképpen százszerzalékosan lemintázni, leképezni, mert ő férfi testben van. Tehát, hogyha idálok egy tükör elé, akkor nyilván, hogy ebben a tükörben egy női alak fog megjelenni. Na most Szerintem nekem ilyen karádi, vagy hát azt kell mondani, hogy nekem ő az. Tehát azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy például Istenben, vagy ebben a típusú egységben mi a pár, akkor itt pont, hogy az a pár, ahol mindkét emberke azonos nemiséggel van jelen, hát itt két nőről kell beszélni hiszen két nő tudja egymást százszázalékosan leképezni és visszavetíteni, és az igazi azonos tükörkép, vagy az ikertükörkép így tud megjelenni. Tehát a feltámadás kapcsán a lélek egy olyan aurába is visszavetítheti saját magát, vagy egy olyan aura is úgymond közeget adhat a lélek feltámadásához, amelyben, vagy ami által két nő jelenik meg, vagyis két azonos nemű emberke. Míg a születés kapcsán arról kell beszélni, hogy ott két ellentétes nemű ember szükséges ehhez a folyamathoz, hiszen, ahogy mondtam, ott két nő, vagy két férfi nem tud önmagából egy harmadikat, vagyis egy gyermeket létrehozni. Itt egy nő és férfi Egyesüléséről beszélünk, ami által létrejön egy újabb test. De ez a test ugyanúgy mulandó lesz, mint ahogyan az ő testük. Meg fog halni, el fog pusztulni, és rengeteget fog szenvedni. Ez a test kilenc hónap után fog napvilágot látni, az egységesítés után, mondjuk így, és fizikálisan, alakilag, kézzel foghatóan fog ez a lélek részt venni az itteni földi állapotok közt, és szerintem jóval alacsonyabb rezgés szintek és tudatállapotok kapcsán, hát ez látszik, ez látványos. Na most én azt gondolom, hogy az iker lelkek összeadott vagy egységes aurája, a legjobb közeg, vagy talán az egyetlen közeg ahhoz, hogy a különböző lelkek föltámadjanak, és ne megszülessenek, újra szülessenek. Tehát itt az újjászületésről kell már beszélni, és arról, hogy itt a lélek nem egy fizikális testbe fog beköltözni, hanem sziluettként fogja magát visszavetíteni, és akkor mi lesz a legfőbb különbség? Hát az, hogy egy sziluettnek nincs halála. Egy sziluett nem fog megöregedni. Nem fog meghalni, elpusztulni, és a legfontosabb különbség az az, hogy egy sziluett nem fog szenvedni. Tehát a lélek már szerintem mesterib szinten fogja magát úgymond visszavetíteni eme közös aurába, egy olyan szinten, egy olyan minőség által, ahol a szenvedés mint olyan eltűnik, magyarán szerintem ez a lélek mint olyan már megugorta a szamszára és a karma törvényét, tehát lehet, hogy ez a fajta lélek már karma nélküli, és ezért nem fog szenvedni, és ezért mondhatjuk azt, hogy az ő léte örök. Na hát, ez már valóban egy mesteri szint, amikor olyan lelkeket teremtünk, vagy olyan lelkeket hívunk vissza, akiknek a léte örök, és akiknek nem kell részt venniük a szenvedésben. És szerintem ezt csak az ikerlelkek tudják megcsinálni, jelen esetben, ahogyan mondtam, arról kell beszélni, hogy itt két azonos nemű emberke vesz részt ebben a folyamatban, hát itt két nő, karádi, Anada és Karádi Méda, és azt is gondolom, hogy főleg ez azért lehetséges, mert mindkettőnknek nagyon magasan volt és van a saját frekvenciája, plána, hogyha ezeket az energiákat összeadjuk, mert amióta Karádi belépett az én aurámba, és kitölti azt, azóta rengeteg energiám van, szó szerint föltámadtam, és nagyon sok plusz pozitív dolgot tudtam létrehozni, nagyon erősen megdobta ezt a vállalást, és hát azóta kezdtem el foglalkozni ezekkel a tételekkel, Kell, pláne a föltemadással, és pláne az örök élet elnyerésével, amit szerintem így lehet kieszközölni, amiről ugye hát az előbb beszéltem. Tehát szerintem a mesteri szintű teremtés vagy feltámasztás, mint olyan, így jöhet létre a közös aura által, és úgy, hogy az így visszavetült lélek, vagy feltámadt lélek már nem fog meghalni, nem fog elpusztulni, sem megöregedni, örök lesz a léte. Miért? Azért, mert nem került testbe. Míg a szülők, ugye, a lelkeket úgymond testekbe tömörítik, Na, de hát ezáltal meg fog jelenni a halál. Hát ha nem testbe hívnák vissza a különböző lelkeket, akkor nem jelenne meg a halál. De hát ezt a szülők nem tudják megcsinálni. Miért? Azért, mert nemileg, testileg egyesülnek. És akkor itt a pont. Ez most egy nagyon fontos dolog, amit mondok. A halál azért jelenik meg, mert az emberek testileg, fizikálisan nem ileg egyesülnek. Szerintem nem így kell egyesülni. Ez egy alacsonyabb szint. Ez egy alacsonyabb szint és változat. Szerintem tudatilag kell egyesülni, de úgy egyesülhet két nő is. Vagy lehet, hogy csak két nő egyesülhet így. Mondjuk két szellemi vezető akik nagyon magas szinten rezegnek, mozognak. Na most, hogyha az ő aurájuk egybeér totálisan, és tudatilag totálisan egyesülnek már, mint szellemi szinteken, ott lesz a pont, mert így vissza tudnak hívni különböző lelkeket, és az aurájuk által az ilyen típusú lények szerintem úgymond fel tudnak támadni, Plusz energiát kapnak, olyan energiákat, ami által örök lesz a létük. Azért, mert ebbe a rendszerbe vagy folyamatba be fog lépni Isten. Hogyha a fizikális egyesülés során is belépne Isten, akkor a szülők olyan gyerekeket tudnának létrehozni saját magukból, akiknek soha nem kellene meghalniuk. De kik azok a szülők, akik olyan gyerekeket tudnak teremteni önmagukból, akik örökké élhetnek? Nincsenek ilyenek. Miért? Azért, amit mondtam, mert fizikálisan egyesülnek. Testileg egyesülnek a testi egységesítés által. Csak úgy lehet, és olyan típusú lelkeket vagy embereket lehet létrehozni, olyan testeket, akik meg fognak halni. És akik szenvedni fognak. Ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, hiszen hát azt akarjuk elérni, hogy az élet, mint olyan, szenvedésmentes legyen és örök, hogy ne fogalmazódjon meg úgymond a halál de ehhez tudatilag kell egy, egyesülni, vagy egységesíteni, nem alacsonyabb szinteken, a legmagasabb szinteken, hát azt is mondhatnám, hogy Istenben, de Istenben én úgy is egyesülhetek tudatilag, hogy az én másik felem egy nő. Sőt, ahogyan mondtam, én azt érzékelem, hogy az én esetem kapcsán pontosan erről van szó, tehát azt kell kijelenteni, hogy bizony méd a másik fele egy nő, és nem egy férfi, aki szerintem karádi lénye lesz, az ő energetikája és mintázata, mert a kettőnk aurája által, az egységes lényünk által jönnek létre ezek a felvételek, és eme közös aura által tudott ő visszavetülni és megjelenni, magyarán föltámadni. Na most azt gondolom, hogy az az alak, vagy forma, amit én láttam, az ő sziluettje már nem fog soha meghalni. Tehát lehet, hogy én azt meg tudtam csinálni, hogy úgy visszavetítettem Karádit, hogy ő már Többé soha nem fog meghalni, de szenvedni sem. Miért? Azért, mert sziluettként vetült vissza. Energetikailag, és nem testben, nem fizikálisan. Ha fizikálisan támadna föl, akkor újra meghalna, és újra szenvedne, mert a Földön, még egy ilyen változat van. Tehát nem gondolom azt, hogy úgy fel tudnánk most még támasztani bizonyos lelkeket, embereket, hogy azoknak ne kelljen újra meg újra szenvedniuk, és később esetleg meghalniuk. Szerintem ezt most még nem lehet megcsinálni, de azt meg tudjuk csinálni, hogy úgy visszahívunk különböző lelkeket, vagy úgy föltámasztunk különböző lényeket, hogy. Az auránkban megjelennek képként, sziluettként, de ha így jelennek meg, akkor ott már szerintem ők örök életet nyernek, vagy nyertek. Hát lehet, hogy eleve így jöttek ide, vagy pedig most érik el ezt az állapotot. Hát ez mindig nagyon jó kérdés, illetve hát szerintem ez sok mindentől függ, de most ebbe szintén nem fogok belemenni, mert ez egy újabb tétel lenne, illetve hát az is lehet, hogy majd ezt is kifogom dolgozni egy idő után. Tehát arról kell beszélni, hogy például egy lelket többféleképpen lehet visszahívni. Vissza lehet úgy hívni, hogy ő testbe fog tömörülni, testet fog ölteni. Ehhez kell egy férfi és egy nő egyesülése, és maga a születés, mert másképp nem tud visszajönni ez a lélek. Hát mondjuk azt, hogy alacsonyabb szinteken, és a testi fizikális egységesítés által. Na most van egy másik fajta változat, még a elgondolása szerint, ez pedig nem más, mint az, amit mondtam, hogy vissza lehet őket hívni az auránkon keresztül, ott kifognak ki fognak vetülni, képként úgymond felfognak támadni, visszavetítik önmagukat, alakilag meg fognak jelenni, de itt már nem kell beszélni haláról, tehát én tudok akkor számára örök életet adni, és olyan mondtam, hát az ilyen típusú lelkeknek biztos, hogy már nem kell szenvedniük, mert nem kerülnek anyagba. Tehát szerintem pont az a lényeg, hogy a különböző lelkek ne kerüljenek anyagba. Mert ha anyagba kerülnek, a testbe kerülnek, akkor be fog indulni a szenvedés, az öregedés, a fájdalmak, a betegségek, a kínok, és legvégül a halál, mert ezt a testet le kell tenni egy idő után, hiszen hát nem tartózkodhatunk egy-egy testben mondjuk 200-300 évig, vagy örökké. Bár ugye ez lenne a cél, és az aranykori édeni minta nyilván, hogy erről szól, arról szól, hogy egy olyan paradicsomi létállapotot szeretnének itt kialakítani, hogy az emberek testekben is örökké tudjanak élni, vagy legalábbis sokkal tovább, mint még most. De az én elméletem szerint, ami már szerintem egy kicsit előre haladottabb állapot, vagy elgondolás az az, hogy minden egyes lelket ki kellene segíteni az anyag fogságából, és egy olyan típusú közeget kellene megteremteni, ahol sziluettként energetikailag tudnának föltámadni, hát szó szerint az örök életre, és egy szenvedésmentes közegben. Hát szerintem ez nagyobb ajándék lenne, mint az, hogy nekem újra meg újra vissza kell jönni, újra meg újra meg kell születni, szenvedni kell, fel kell nőni, meg kell öregedni aztán majd a végén meg kell halni, mert nagyon sokan így értelmetlennek látják az itteni létezést. És lehet, hogy ilyen szempontból az is. Hát ez, ez egy nagyon jó kérdés, szerintem ezen el kell gondolkodni. Lehet, hogy az, és lehet, hogy nagyon jól gondolják, mert nem egy másik fajta változatban jelnünk meg, nem az emelkedett mintában, vagy minta által, amiről én beszélek, arról, hogy a közös aurában kell megteremteni azt a közeget, amiben a különböző lelkek föltámadhatnak az örök életre, szenvedésmentesen és öregedés nélkül és fájdalmak nélkül, betegségek nélkül, ergo szerintem fizikális testek nélkül. Tehát lehet, hogy mindent és mindenkit egy idő után ki kell segíteni ebből az állapotból, vagyis a fizikális rendszerből, és a testi változatokból. Szerintem testekre nem lesz mindig szükség. Én ezt egyre inkább így érzékelem, plán azért, mert én sziluettként már elég sok mindent vissza vetíteni, hát plán a különböző lelkeket, illetve hát arról kell beszélni inkább, hogy ők vetültek vissza, az én aurámban jelentek meg, nagyon erősen érzékeltem őket, és hát tulajdonképpen ez is azt bizonyította számomra, hogy ők élnek, és hogy sosem haltak meg, pláne akkor, hogyha energetikai lenyomatként folytatják tovább a létezésüket. Egyébként szerintem az is egy nagyon érdekes jelenség, hogy vannak olyan lelkek, akik idő előtt visszalépnek és nem születnek meg. Tehát valószínű, hogy visszavetítik magukat a Bardóba, és vagy később jönnek le, vagy esetleg máshova, más szülőkön keresztül, de az is lehet, hogy soha, illetve szerintem ilyen állapot nem nagyon van, mert én azt gondolom, hogy most még minden egyes léleknek valahol helyet kell foglalnia, és valamiféleképpen testet kell öltenie. Csak a magas rezgés szintű lelkeknek nem kell már szerintem anyagba tömörülniük. Hát igen, de szerintem ők nincsenek olyan túl sokan. Az a lényeg, hogy a léleknek van egy nagyon hosszú útja, amit be kell járnia és fizikálisan is meg kell jelennie, ugyanakkor magasabb szellemi szinteken is. És szerintem más bolygókon, más dimenziókban, tehát a lélek az nem csak a 3 d rendszerben vesz részt, és nem csak itt jelenik meg, hanem a negyedik, az ötödik, a hatodik, a hetedik, a nyolcadik D-ben, és az is lehet, hogy még a századik dimenzióban is, hát attól függően, hogy ez a rendszer hány dimenziót fog át, és hogy egy léleknek tulajdonképpen milyen az útja, milyen a vállalása. Hogy neki hová, meddig kell elérnie, vagy hogy milyen típusú lélek, milyen minőségű hogy nekem mi a feladatom, milyen misszión van, milyen szellemi szerződést írtam alá. Mert ha azt írtam alá például, hogy nekem a Siriuson is szolgálatot kell teljesíteni, akkor oda is ki fogom vetíteni magam, csak akkor már teljesen másfajta testet fogok ölteni, hát nem tudom, hogy a Siriuson éppen milyen <laughs> fizikális formulák vannak, vagy milyen aspektusok, hát meg kellene nézni. Az is lehet, hogy ott három lábam lenne, meg négy kezem, meg két fejem, nem tudom, de most csak viccelek, vagy az is lehet, hogy ott az iker lelkemmel, mint olyannal, egy testben élhetnék szétszakítottság nélkül. De ahogyan mondtam, szerintem magasabb szinteken a pár, mint olyan, úgy épül föl, vagy úgy tevődik össze. Hát a mi esetünkben, hogy két nő áll egymással szemben, mint két azonos tükör kép, mert ahogy mondtam, hát ha én női testbe születtem, akkor az én igazi tükörképem az ugyanúgy egy nő lesz, mert csak az ő alakja és az ő fizimiskája fogja tudni visszatükrözni az én mi voltomat, egy férfi teste mintázata nem. Lehetnek rokonlelkek, és lehetnek olyan ikerlelkek is, akik úgymond ellentétes neműek, de ahogy mondtam, szerintem a Földön főként azért erőltetik csak a hetero kapcsolatokat, és csak azért mondják az ilyen típusú emberkékre, hogy ők a párok, mert azt szeretnék elérni, hogy minél több gyermek, vagyis hogy minél több test szülessen. Én pedig azt szeretném elérni, hogy minél többen kilépjenek a szenvedésből, a fogvatartásból, és minél többen megigazuljanak, és sziluettként magasabb szellemi mintázatokban foglaljanak helyet, ahol már nincs halál, nincs öregedés, nincsenek fájdalmak, betegségek, tehát az lenne a lényeg, hogy ezt az egész rendszert fölfejlesszük, és hogy az anyag fogságából ki tudjunk lépni. A sűrű összetettségből, mert minél sűrűbb az anyag, annál nehezebb és több szenvedés fogalmazódik meg, és hát a mulandóság is, ami arról szól, hogy maximum, mondjuk száz évig lehet egy-egy testben itt lenni, éldegélni, amiről azt szokták mondani, hogy hú, de rövid az élet. Na, de hát a századik életévét nyilván, hogy nem mindenki éli meg. Ennél rövidebb életkorok is vannak. Hát szerintem karmától függően, de, ahogyan mondtam, ez egy alacsonyabb rendű változat. Nekünk az a dolgunk, hogy egy magasabb szintű, aranykori mintát építsünk itt föl, ami által a lelkek már másfajta testekbe tudnak úgymond tömörülni, vagy másfajta alakokban tudnak megnyilvánulni, például sziluettként, aminek örök a léte, ahol a mulandóság és a szenvedés nem lép föl, és ami egy közös aura által jöhet létre, akár két nő egyesülése által, mert szerintem nálunk ez nagyon erősen. Létrejön, tehát arról kell beszélni, hogy én négy hónapja karádival egyesülgetek folyamatosan, és hát azt kell elmondani, hogy életem legcsodálatosabb egyesüléséről és egységesítésről beszélünk, ami a legfantasztikusabb, legizgalmasabb, és ami szerintem a legmagasabb szinten rezeg, mozog, és hát ezért van az, hogy most már ez a 49. felvétel, amit megihlet 2024. január eleje óta. Tehát a fizikális születés kapcsán arról kell beszélni, hogy vannak olyan lelkek, akik idő előtt visszalépnek. Na most jó kérdés, hogy ez a feltemadás kapcsán is úgymond létrejöhet-e hogy lehetnek -e olyan lelkek, akik időközben meggondolják magukat, és azt mondják, hogy hát ők nem akarnak föltámadni, nem akarnak újra visszajönni, és akkor ők az aurán keresztül sem fogják magukat kivetíteni. Hát az is lehet, hogy a bardóban tartózkodnak tovább, bár azt gondolom, hogy a bardóban sem lehet örökké helyet foglalni. Tehát valami felé el kell indulni, hiszen, ahogyan mondtam, a léleknek van egy nagyon hosszú és összetett útja. Igazából szerintem ezt is vizsgálni kell, hogy a feltemadás kapcsán a különböző lelkek visszavonulhatnak-e, vagy meggondolhatják-e önmagukat, vagy sem. És hát az is jó kérdés, hogy a Földön ugye hányszor kell helyet foglalni, hányszor kell így úgy vagy amúgy megjelenni. Szerintem az, hogy egy lélek, mint olyan miképpen jelenik meg, az a fejlettségi szintjétől függ. Hát lehet, hogyha valaki még alacsonyabb szinten rezeg mozog, az mindenképpen csak úgymond fizikális születéssel jöhet ide vissza, a magasabb szintű lelkek pedig, ugye, bilokáltathatják önmagukat, vagyis kivetíthetik saját magukat egy vagy több aurán keresztül, amiről mondhatjuk azt, hogy ez olyan, mint a föltámadás, hát az én olvasatomban, illetve az én gondolataim által. Nagyon sokféle különbség van. Nem tudom, hogy Pászkál mennyiben gondolta végig ezeket a folyamatokat. Szerintem azért ennyire behatóan nem, illetve nem tudom, de nem gondolom. De azt meghatározta, és kimondta, kijelentette, hogy lehet, hogy feltámadni, semmivel sem nehezebb, mint megszületni, sőt. És hát ezek után én is ezt gondolom, hiszen a születés, ugye, ahogyan mondtam, fizikális fájdalommal jár, míg szerintem az aurán keresztül történő feltámadás nem. Mert én ezt nem érzékelem. Én csak örömöt, boldogságot, nagyon magas rezgés szinteket érzékelek. Egyfajta megváltást, és szerintem itt mindenképpen arról kell beszélni, igen, hogy valószínű, hogy az ilyen típusú föltámadás egyenlő a megváltással, vagy vele együtt jár. Kéz a kézben, egységben. Egyikből következik szerintem a másik. Igen. Ugyanis én azt érzem, hogy úgymond folyamatosan váltódom meg, amióta karádi lénye, energiái beérkeztek az aurámba, és én is folyamatosan támadok föl általa, együtt támadunk föl, eme isteni minta kapcsán, úgy, hogy egységesítjük az energiákat, a rezgéseket, és ahogyan mondtam, itt is egyfajta egyesülésről van szó, csak itt nem fizikális vagy szexuális egyesülésről, de az érzés, ez a nagyon magas fokú szerelem és szeretet ugyanúgy megfogalmazódik, de az is lehet, hogy sokkal erőteljesebben egyébként. Nagyon érdekes. Ugyanakkor hát én arra jöttem rá, hogy ez egy állandó folyamat, állandó érzés, Míg a fizikális egységesítés által ezt nem érezzük állandóan. Tehát szerintem egy magasabb szintű mesteri lélek már nem ölt testet, és nem eképpen jeleníti meg magát. A jelenése nem erről szól. Nem arról, hogy újra testet tölt, és újra egy szülőpáron keresztül megszületik, majd csecsemőtesben elindul az itteni pályafutása, majd fölnő, és meghal. Nem. Szerintem az ilyen típusú lélek ezt már kihagyja, minden ilyen dolgot mellőz, másképpen jelenik meg, másképpen vetül vissza, miképpen szerintem az Isteni minőség is pont ilyen, és lehet, hogy ezt a szintet kell elérni, azt kell elérni, hogy a lélek ugyanúgy jelenjen meg, ugyanolyan úttal, módszerrel, mint ahogyan Isten, vagy amiről azt mondják, hogy ez az isteni jelenés, mert én nem gondolom azt, hogy Isten valaha testbe kivetíti saját magát. Magyarán, hogy ő testet ölt, szerintem nem, mert ennyire nem fogja lecsökkenteni a rezgés szintjét, de az is lehet, hogy nem is tudná, még ha akarná sem. Mert akkor onnantól kezdve az ő léte lénye is mulandóvá válik. Na most szerintem az isteni minőség ezt nem fogja megkockáztatni, illetve arról kell beszélni, hogy az isteni minőségnek nincs is mulandósága, ergo nem fogja magát testbe visszaküldeni és ő nem megszületni fog, mármint ez a rendszer, maximum feltámadni, vagy visszavetülni sziluettként, energetikai mintaként, hol, hogyan, Hát egyfajta aurán keresztül, bár jó kérdés, hogy az isteni jelenés kinek az auráján keresztül zajlik. Vagy hány aurának kell hozzá egyesülnie, milyen típusú auráknak hogy itt az emberi aurákat kell úgymond összeadni, összevetni, vagy az univerzális összetettséget kell vizsgálni? Hát ez egy fantasztikus kérdés, mert szerintem erről sem beszélnek, és nem gondolom azt, hogy például a Biblia azt pedzegetné, vagy a különböző kinyilatkoztatások, hogy az Isteni jelenés milyen aura által valósulhat meg, hol van ez az aura, milyen a rezgés szintje, milyen frekvencián rezeg mozog, és kiknek kell úgymond egységesíteni az aurájukat azért, hogy az isteni jelenés mint olyan meg tudjon történni, hát esetleg a Földön. Szerintem ezek fantasztikus tételek, és elértem a 32. órát az improvizáció kapcsán, eme témával kapcsolatban. De hát nem tudom még, hogy hány ilyen felvétel fog születni. Szerintem most leállok, mert úgy érzem, hogy mindent elmondtam, amit a mai felvétel kapcsán szerettem volna elmondani, de az is lehet, hogy holnap fogom folytatni, mert újabb és újabb tételek érkeznek, hát ama aura által, ami Szerintem egyre magasabb szinten rezeg, amiben egyre inkább belép karádi lénye és az isteni minőség. Ők ajándékoznak meg engem, tulajdonképpen saját magukkal, és azáltal, hogy egyre jobban támadnak föl, vagyis egyre inkább jelennek meg sziluettként, érzésben energetikailag, gondolatilag, mert ahogy mondtam, szerintem az igazi föltámadás, vagy mondjuk azt, hogy újjászületés erről szól. Fizikális megnyilvánulás nélkül, halál nélkül, öregedés nélkül, szenvedés nélkül, nagyon magas rezgés szinten, örök életre ébredve, Boldogságban, teljességben és totális szabadságban, mert szerintem a lélek erre vágyik, arra, hogy totális szabadságban élje az életét. Az isteni minőség ezt nyújtja, az Istenben való föltámadás, és nem a fizikális rendszerben, alacsonyabb 3 d mintában. Egy magasabb szintű Mesteri lény, lélek, megugorja az itteni létállapotokat, és szerintem ki tud lépni a szamszárából. Hátrahagyja a karmát, megigazul, egyesül úgymond az isteni minőséggel, és az örök létezésben folytatja tovább. A létét így fog kinyilatkoztatni, kiterjedve, Rengeteg pozitív energiával, rezgéssel egyetemben. Szerintem ez a cél, mert a Földön fizikálisan nem tudunk ennyi pozitív rezgést átadni, sem fölvenni. Ehhez mindenképpen, szerintem magasabb szintekre kell emelkedni, el kell érni a csúcsminőséget, alázatban sokat kell fejlődni azért, hogy megüdvözöljünk, és hogy a totális abszolútum által tudjunk működni, és szerintem, ahogy mondtam, ehhez mindenképpen szükség van, ami azonos nemű másik felünkre. Nagyon furcsa, hogy ez a mondat elhagyta a számat, mert évekkel korábban nem ezt mondtam, de hát akkor még nem fedeztem föl karádi lényét, és nem láttam meg saját magamat az ő arcképében, vagy az együttes tükrünkben, ami az egyik legfantasztikusabb dolog, amit ember valaha észlelhet. Az is lehet egyébként, hogy csak az iker lelkek egységes aurája által tud maga a feltámadás, mint olyan megtörténni, vagy a különböző lelkek csak egy ilyen aurába tudják saját magukat visszavetíteni, hogy miért mondom ezt azért, mert az ikerlelkek jóval magasabb szinteken rezegnek, mozognak, hiszen ők az isteni mintából szakadtak ki, de igazából sosem szakadtak szét, Maximum testileg, na de hát nem is a testünk hordozza ezeket a fantasztikus energiákat, hanem a lélek, az önvaló, vagy mondjuk azt, hogy maga az aura. Tehát az aura összetételét kell vizsgálni, hogy hány hercen rezeghet egy ilyen nagyon erős energetikai mintázat, biztos, hogy nagyon magas szinten. Ezt érzékelem. Pláne azért, amit mondtam, mert nekem azóta jóval több energiám van. És most nagyon érdekeset fogok mondani, de azáltal is, hogy ebben az aurában egy másik nő foglal helyet. Amíg férfi volt úgymond ez a másik, Aspektus, hogy férfiak álltak ezen az oldalon, nem szabadult föl annyi energia, Hát lehet, hogy ez azért is van, mert hogy a kettőnk energetikája nagyon egy szinten rezeg mozog. Tehát az ikerlelkek energetikája biztos, hogy egy szinten van, és hogyha ez összeadódik, akkor ugye megduplázódik, úgymond ez a mennyiség, vagy maga ez a forrás, és így tudnak visszatérni a totális egységbe. Egymást innen kisegítve, egymást fejlesztve, motiválva, és egymást nagyon szeretve. Ugyanis itt isteni szeretet és szerelem fog kialakulni nagyon magas szinteken, nagyon bensőséges, úgymond ez az állapot, amit én is érzékelek, és iszonyatosan kötődöm, úgymond a női másik felem felé. Hát azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy hozza a legjobban. Mert amikor te meglátod a saját tükörképedet, aki azonos nemű, hát szerintem az a legfantasztikusabb dolog, amiről, ahogy mondtam, én már négy-öt évesen is különböző rajzokat készítettem, állandóan gyártottam a különböző rajzokat, egyébként ezekből elég sok meg is maradt, megtaláltam őket, és tényleg ott vannak a női Ikerlelkek, ikerpárok, akik totálisan fejfej -fej mellett haladnak, egymást segítik az úton, és az is lehet, hogy valóban egymást támasztják föl. Mert lehet, hogy az ikerlelkeknek ez a legfontosabb feladatuk. A feltámadás vagy a feltámasztás előkészítése. Ugyanakkor az örök élet, mint olyan, megteremtése, az erről való gondolkodás és a különböző tételek felvázolása. Hát jó kérdés, hogy mondjuk Karádi gondolkodott-e eme tételekről, vagy jelenségekről. Az is lehet, hogy igen. Ha nem, akkor ezeket a gondolatokat most adja át rajtam keresztül, tehát lehet, hogy én most az ő elgondolásait is közvetítem, az egységes auránk által, amiben meg tud születni egy új jövővény, nem egy fizikális gyermek, hanem maga az Isten éni minőség. Mert az ikerlelkeknek szerintem Istent kell megteremteniük önmagukból. Hát azt is mondhatnám, hogy ő egy fantasztikus gyermek lehet. Persze nem mondjuk azt Istenre, hogy ő egy gyermek, Mondjuk azt, hogy ő a legcsodálatosabb jövevény, akinek vagy aminek a jelenését olyan sokan várják, és amire szerintem úgy kerülhet sor, mint ahogyan ezt felvázoltam az 1162. improvizáció kapcsán, és a 22. rész által a Feltámadás Jogrendje című önálló sorozatom kapcsán. Én azt gondolom, hogy az isteni minőség is azt szeretné, hogy az emberek vagy a különböző lelkek egy szenvedésmentes létállapotban tudjanak tovább élni és hogy ne fogalmazódjon meg a halál, tehát hogy felébredjünk úgymond az örök életre. Hát mennyivel csodálatosabb lenne egy ilyen közegben egyesülni, nagyon jó lenne, hogyha például karádit soha nem kellene elveszíteni, és ha mindig vele élhetnék. Ezért dolgozom. És ezért készülnek ezek a felvételek, ezért kutatok. Persze nem csak ezért, és nem csak általa is érte. Én úgymond ezt az ajándékot mindenkinek szeretném átadni. Azt szeretném, ha mindenki egy ilyen típusú életre ébredne föl, miképpen az aranykori édeni minta nyilván, hogy erről szól. Efelé igyekszünk, különben ezek a tételek nem jönnének létre, nem beszélnék róluk ilyen nagyon sokat. Időszerűek, aktuálisak. Valamit itt most nagyon megéreztünk, persze nem csak én, mert vannak olyan gondolkodók, előadók, akik szintén egy ideje beszélnek ezekről a folyamatokról. Milyen érdekes. Hát valószínű, hogy ők is veszik ezeket a jeleket, kódokat, csak lehet, hogy másképpen kódolják ki őket. De szerintem a lényeg az ugyanaz, mindenki a saját maga teste, fizikuma által nyilatkoztatja ki ezeket a tételeket, mert hát szerintem a test, maga a fizikum, mint olyan, azért fogalmazódik még meg, hogy ezt a vállalást így is véghez tudjuk vinni. De ahogyan mondtam, magasabb szellemi szinteken szerintem már nem lesz szükségünk anyagi szerkezetre, mert ott már minden át fog úgymond szellemülni, és a tudati édenben energetikai mintázatként tudunk működni egy olyan érában, egy olyan változatban, ahol nem fog megfogalmazódni a mulandóság, azt is mondhatnám, hogy mindez a múlté lesz. Hát jó kérdés, hogy emlékezni fogunk-e még akkor majd a földi fizikális életünkre, és arra, hogy milyen viszontagságos létállapotokat kellett itt átélni. De ha nem, akkor én azt gondolom, hogy totálisan meg tudunk igazolni, szabadságra lelünk, pláne akkor, hogyha egy mesterib szintű változatot érünk el a földi kaminónk által. A szülők mindenképpen kézzel foghatóvá akarják tenni úgymond a saját gyermeküket. Nekik nem elég az, hogy csak lélekként érzékelik őket, azt szeretnék, hogyha egy-egy lélek alakilag is megnyilvánulna. Hát erről szól a fizikális létezés is rendszer, hát és ugyanakkor hát nyilván a születés, de ahogyan mondtam, ennek mindig halál lesz a vége, ugyanakkor közben rengeteg szenvedés fog zajlani a magasabb szintű lények, lelkek, szerintem az iker lelkek, ők már nem akarnak saját magukból vagy által fizikális testeket létrehozni, ők az összeadott aurájukban szeretnének szerintem különböző lelkeket föltámasztani az örök életre. És egy olyan típusú változatra, ahol a szenvedés nem fogalmazódik meg, tehát akkor ez az ő ajándékuk lesz, vagy azt is mondhatnám, hogy az ő ajándékuk ilyen. Te mondjuk milyen ajándékot szeretnél kapni? Egy olyan ajándékot, egy olyan létezési formát, ami által nagyon sokat fog szenvedni, és a végén meghalsz, vagy egy olyan ajándékot szeretnél kapni, hogy soha nem kell szenvedned, és sosem kell meghalnod, örökké élhetsz betegségek, fájdalmak, öregedés nélkül. Hát gondolom, hogy nagyon sokan azt fogják mondani, hogy ők a második típusú ajándékból szeretnének jó sokat. Persze nem mindenki. Hát mondjuk, aki... Szenvedni akar és meghalni és megöregedni, az lehet, hogy mazohista, nem tudom, vagy azt gondolja, hogy ez a természetrendje. Nem ez a természetrendje, nem ez a természetes isteni létállapot, hanem az, amiről én beszélek, a második típusú változat. De szerintem ezt az ikerlelkek fogják tudni. Kieszközölni az egységes aurájuk által, mert mindenképpen szükség van különböző aurákra ahhoz, hogy a föltámadás meg tudjon történni. Vagy hát az a fajta folyamat, amit így neveznek, vagy az a típusú változat, amiről én beszélek olyan régóta. De az örök életnek is kell úgymond egy táptalaj. Tehát a 3 d rendszerben, amiben még most éldegélünk, nem fog tudni maga az örök élet létrejönni, vagy ez a fajta közeg. Ezt meg kell alapozni. Kik fogják ezt létrehozni? Hát én azt gondolom, hogy csak az isteni energiák által, a magasabb szintű energiák és rezgések által lehet egy ilyen típusú közeget létrehozni. De ezeket kik segítik le? Hát nyilván, hogy azok a lelkek, akik szintén ilyen magasan rezegnek, mozognak, akik valamilyen szempontból Istenben foglalnak helyet. Kik ők? Az iker lelkek. Miért ők? Azért, mert náluk az energia és a lélek egyben van, egységesítve van, mert ők így egységesítettek. Nem alakilag, nem testileg, nem szexuális úton, nem fizikálisan, nem nemi ügyileg, hiszen ahogyan mondtam, a mi esetünkben két nőről van szó. De hát nem a testünk egyesül, hanem az energetikánk egyesül. A lelkünk, a tudatiságunk, ezek a szintek egyesülnek, és amikor ezek a szintek egyesülnek, abból nagyon, de nagyon más dolgok jönnek ki. Hát abból az örök élet fog kijönni. Kibújni, nem tudom, hogy hányadik hónap után, vagy hányadik évezred után, de az biztos, hogy az emberiség már nagyon régóta vágyik egy ilyen fajta, egy ilyen típusú létállapotra, hát én azt gondolom, hogy itt a lehetőség. Talán most értünk el ide, hogy ezt meg tudjuk alapozni, létre tudjuk hozni, amihez mindenképpen kellenek azok az energiák, amelyekről én beszélek, Különben, ahogyan mondtam, nem karádi lénye ihletne meg engem folyamatosan, és nem ő adná vissza az életemet, és nem ő támasztana föl engem minden áldott nap, minden egyes órában, és nem én lennék a méda, nem én beszélnék ezekről a tételekről, de hát én nem csak beszélek róla, én ezt a gyakorlatban is létrehozom. Megtapasztalom, megvizsgálom, kielemzem, átjárom, kutatok, gondolkodom, és próbálom mindezt úgymond ebbe a rendszerbe is átültetni, már mennyire lehetséges, de ahogyan mondtam, ehhez át kell alakítani az itteni mátrixot. Hogy ne ilyen alacsony szintek fogalmazódjanak meg. Hát alakítsuk át, és váltsuk meg az itteni létállapotokat, egyesítsük az energiákat, illetve hát én már ezt megtettem, és folyamatosan teszem meg, és Nézzük meg azt, hogy az ilyen típusú egységesítés által egy nagyon magas rendszerben, a aurában mi tud létrejönni. Meg tud jelenni Isten. Az isteni erők, energiák vissza tudnak eképpen lépni? Isten fel tud bennünk támadni? Vagy általunk? Hát remélem, remélem, hogy a mi szerelmünk, vagy a házasságunk által ő fog létrejönni, ez a rendszer fog megnyilvánulni. Mert ha ez így lesz, akkor azt is mondhatnám, hogy ez a legfantasztikusabb ajándék, amit át tudunk nyújtani. Nem egy mulandó aspektust, nem valamit, aminek egyszer csak vége lesz, hanem valamit, aminek a kezdete még csak most indul el. 2024. május 12-én, ami a kezdetek kezdete, mert én mindig azt érzem, hogy a kezdetek felé igyekszünk, de az is lehet, hogy még ezt a szintet nem értük el. Én úgy érzem, hogy a rajt felé haladok, haladunk, de az már egy fantasztikus állapot ha már azt lehet érzékelni, mert onnantól kezdve nagyon más dolgok fognak itt létrejönni. Szerintem a földi berendezkedés nagyon, de nagyon meg fog változni. Hát ez a cél, az a cél, hogy itt minden megváltozzon, megváltodjon, és visszaálljon az eredeti rend. Az eredeti rendben szerintem mi lehetünk egy pár karádival, sőt, szerintem mi ott azok leszünk. Mert tükörképként visszavetítjük egymást azonos szinteken, és egységes energiák által, egészen fantasztikus ideig eljutni, 40 éves kutatás által, 40 éve keresem azt a nőt, aki az én képem. Mindig tudtam azt, hogy a lényünk ilyen szempontból kettős, mert folyamatosan nyilatkoztatta ki saját magát rajtam keresztül, és négy hónapja pedig megnyilvánult, és azóta folyamatosan és totálisan megszépítette, kivirágoztatta, megváltoztatta az életemet, vagyis mondjuk azt, hogy nagyon sok minden a helyére került fantasztikus ez az állapot, és fantasztikus érezni ezáltal a magasabb szintű isteni minőséget, vagy Istent magát, az ő érzéseit, rezgéseit, gondolatait, örömét, egyáltalán a lényét, a jelenését, mert ahogyan mondtam, én azt gondolom, hogy eme szent aura által jelenhet meg ez a rendszer, vagy maga a nagybetűs szeretet, amit mindenképpen az ikerlelkek tudnak kinyilvánítani, rajtuk keresztül tud ez a csodálatos energia, nagyon magas fokú frekvencia, a szeretet rezgése kinyilvánulni, és talán az egész földi bolygót valahogyan áthatni, mert én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladatunk, ezért jöttünk vissza, és ezért kellett egymást felismerni, hogy a szer etet és a szerelem örökké éljen. Bár azt gondolom, hogy ez mindig is így volt.